Szabó Noémi jelenleg az Európában is hírnevet szerzett Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapatának sportigazgatója. Most képviselőjelöltként indul a június 9-i választásokon. Igazából nem volt nekem semmiféle közéleti szerepvállalásom, illetve politikai múltam, de azt gondolom, hogy erre az időszakra megérett az bennem, hogy tegyek ezért a városért. Nyilván az édesapám révén mindig jobboldali kötődésű embernek vallottam magam, ezért aztán nem állt tőlem távol, hogy Fidesz-KDNP színekben induljak. És azt gondolom, hogy egy olyan komoly sporttámogatás alakult ki 2011 óta Magyarországon a látvány csapatsportok és egyéb sportok részére is, hogy azt gondolom, hogy ezért óriási hálával és köszönettel tartozom a jelenleg is regnáló kormánynak. A jelölt elmondta, hogy a szekszárdi 5-ös számú választókerületben nevelkedett és jelenleg is itt él. Úgy fogalmazott, sokat tudna tenni a saját lakókörzetért. Én most tartom ugye az első fórumomat, úgyhogy nyilván kíváncsi vagyok az emberek véleményére, de már amit most is meg tudunk valósítani, hogy a Bartina utcában például a közlekedés az ott nagyon nehéz, rengeteg autó parkol, és ez igazából nagy pénzbe se kerül a Kékmadár Alapítvány előtt az ízlelőnél. Ki fogunk már jövő héten tenni a polgármester úrral egy tükröt, hogy ott jobban lehessen közlekedni. Hát nyilván az egész városban probléma a parkolás, tehát ezt ugye most már jó lenne, ha nem csak ígérgetések szintjén oldanánk meg, hanem egyébként is. Cél egy fedett közösségi tér kialakítása, és a Flórián utcában a sétpatak tisztítása is. Itt az Aliszka utcát járva gyerekkoromban itt a két főháztom között volt egy nagyon szép cuki játszótér, de az ugye nem kell, mert hogy itt van a Generációk parkja, viszont rengeteg idős ember él itt a környéken, és azt gondoltam, hogy oda egy olyan fedett közösségi teret, de mégis szabad közösségi teret kellene kialakítani, és ez sem horribilis összeg, hogy az rögtön az első terveim között van, hogy oda az időseknek mindenképp egy olyan helyet, ahol akár kártyázni, társasozni, beszélgetni, de még esetleg jó idő vagy eső esetén is közösen tudjanak tevékenykedni. Móra Viktória Horváth István országgyűlési képviselő kabinetfőnökeként dolgozik. 17 település fejlesztéséért és segítéséért vagyunk felelősek, értük dolgozunk. És egyébként a Szekszárd megyei jogváros önkormányzati képviselője vagyok. Móra Viktória is úgy gondolja, hogy saját körzetében több megoldandó feladat van. Vannak alapvető problémák a városban, ami minden, az egész város területét érintik, és minden lakos számára problémák, ilyen például a parkolás, az utak, a járdák állapota. A jelöltek elmondták, hogy az utcafórumok jó alkalmak arra, hogy a szekszárdiakkal beszélgetve a felmerülő problémákat meghallgassák, majd azokra megoldásokat találjanak.